A láncreakció a tápegység kikapcsolásával indul el. A tápegység kikapcsolásakor a Chem Generation tábla tetejére elhelyezett elektromágnesben nem folyik tovább áram, ezért megszűnik a mágneses tere. Ennek következtében az elektromágnes által korábban vonzott vasgolyó elkezd szabadon esni. A golyó a Chem Generation táblára felfüggesztett híd egyik végére esik, ami ennek következtében kimozdul egyensúlyi helyzetéből. A híd másik végén lévő kisautó elkezd legurulni az így létrejött lejtőn. A kisautó tetejére helyezett fahenger, illetve vasgolyó a tapadási surlolás miatt nem esik le a lejtőn leguruló autóról. Amikor azonban a kisautót hirtelen megállítja a lejtő végénél elhelyezett ég, akkor a kisautónak olyan nagy lesz a lassulása, hogy a surladási erő már nem elegendő a tetején lévő tárgyak megtartásához, ezért azok megőrzik sebességüket és lerepülnek. A lerepülő vasgolyó eltalálja az állványra felállított vizes poharat és kibillenti azt egyensúlyi helyzetéből. A víz a tölcsérben, majd ezen keresztül egy konzervdobozba folyik. A konzervdoboz egy kétkarú mérleg egyik karjának végén található, amelynek a másik karján egy vízszintes cső és benne egy golyó van kiegyensúlyozott állapotban. Amikor az víz belefolyik a konzervdobozba, akkor annak megnő a tömege. A mérleg lebillen, megemelkedik a mérleg másik karja, a cső elmozdul a vízszintes helyzetéből. Ahogy megemelkedik a cső, a golyó kigurul belőle, beleesik a PVC félhengerbe, ami a golyót a dominósor kezdetéhez vezeti. A golyó az impulzusának és mozgási energiájának egy részét átadja az első dominónak, ennek eredményeként elindítja a dominók ledőlési láncreakcióját. A dominósor önmagában is egy sokelemű láncreakció. A dominó elemei stabil, egyensúlyi állapotban vannak, egyesével sorra kibillentik egymást egyensúlyi helyzetükből. A dominósor kettéágazik, az egyik része a dominóknak egy feltekert részdarabot lök bele az ezüstnitrátba, ahol egy kémiai folyamat megy végbe. A redoxi reakció során a rész leadja elektronjait az ezüst ionoknak, aminek hatására a résztekers felületén kiválik az ezüst, és a rész ionok kékre festik az oldatot. A dominósor másik ága egy fotóellenálláshoz és egy napelemhez vezet. A napelem nem része a láncreakciónak, a napelem által bekapcsolt LED a Chain Reaction logó megvilágítására szolgál. Az utolsónak ledőlő dominó a fotóellenállásra jutó fény útjába kerülve megakadályozza a fotóellenállás megvilágítását. A kádmium szulfidból készült fotóellenállás ellenállása a ráeső fény erősségétől függően változik. Kevés fény esetén nagy, sok fény esetén kicsi. Tehát amikor a fotóellenállásra rádül a dominó, akkor megszűnik a megvilágítása, így a megnövekedett ellenállás miatt lecsökken a rajta átfolyó áram erőssége, ennek következtében a vele sorba kapcsolt relé átkapcsol. A relé bekapcsolja a ventilátort, ami légáramlás eredményeként létrejövő közegellenállási erő miatt elindítja a kazetta dominósor ledőlését. A kazetta dominó elemei a korábbi dominósor elemeihez hasonlóan metastabil egyensúlyi állapotban vannak, egyesével sorra kibillentik egymást egyensúlyi helyzetükből. Az utolsó dominóra előkészített pezsgő tablettapor beleborul az univerzál indikátorral előre megszínezett desztillált vízbe. A citromsav hatására az oldat kém hatása savassá válik, ezért az oldat kékből narancsárgára színeződik. A porban lévő nátriumkarbonát széndioksziddá és vízzé alakul, vagyis pezsegni kezd. A ventilátor által létrehozott légáramlás a hajót is a közegellenállási erő következtében gyorsítja. A mozgásba hozott hajó végére erősített rúd meglöki, ezáltal kibillenti az állványzatra helyezett vízzel töltött lufit az egyensúlyi helyzetéből. A lufi ráesik egy tölcsérben elhelyezett tűre. A tűhegye olyan nagy nyomással hat a gumira, hogy átlyukasztja. A lufiból két irányba folyó víz két kémiai reakciónál katalizátorként szolgál. Az alumínium és jódkristály keveréke alumínium jodiddá egyesül, miközben hőfejlődés hatására a jód egy része lila füstként elszublimál. A másik reakcióban víz hatására szilárd ammóniumnitrát, cinkpor és ammóniumklorid keverékében az ammóniumnitrát vízzé és nitrogénné bomlik, miközben oxidálja a cinket. A folyamatot heves fényjelenség kíséri.